marcipán egy 2 év körüli kisebb termetű, félhosszú szőrű kisfiú. Egy korábbi örökbefogadónk, aki már 2 kutyust vitt el tőlünk, ő talált a Nefak területén, ott kóborolt a kicsike egyedül, majd értesített minket, és így került a gondozásunkba. Egy pörgős, nagyon barátságos kutyus, nagyon szeret a központba lenni, ha nem kapja meg az őt meg illető simogatást, ezt hanggal jelzi. Nagyon embercentrikus, nagyon kötődik, nagyon közvetlen, nagyon barátságos, kicsit hebrencs, de hát ugye még fiatal kutyáról beszélünk. Az oltásai rendben vannak, vele csippezve, illetve a szívféregnek és hál' Istennek negatív eredménye. Minden korosztálynak ajánlom marcipánt, mert egy nagyon-nagyon kis barátságos, kis bújós kis kutya, úgyhogy nem gondolnám, hogy gyerekek mellett történne bármilyen baleset, szerintem nem fogja őket bántani. Kinti benti tartásra ajánlom, de most azért, hogy ilyen kis termetű, őt azért jobban szeretnénk, hogyha bent lemenne. Vili már januárban lesz egy éve sajnos, hogy az állatotthonnak a lakója, vagyis hát nem sajnos, csak ugye az ő szempontjából beszélünk így, hogy lassan egy éve itt van szegénykém. Vili tavaly januárban egy telefonos bejelentés alapján mentek ki a kollégák, miszerint a Széchenyi lakótelepen az Orosz György úton sétálgatott egy időre ez a picike a fagyos időben, és hát így került a gondozásunkba. Vili egyébként egy nagyon nyugodt, nagyon kiegyensúlyozott kisfiú, még így is, hogy egy női elnyomás alatt éri jelen pillanatban a mindennapjait. Nagyon barátságos, nagyon szeretetéhes. Amikor bekerült, ugye még nem volt neki kis játszópajtia, és konkrétan az egész napot végig sírta, csak hogy valaki bemenjen hozzá és foglalkozzon vele. Amúgy Vili egyébként egy 1,5 év körüli, hát a kisebbnél nagyobb, közepes testűnél kisebb kutya, rövid szőrű, kicsit masszív fiatalember. Amikor bekerült, ő egy kicsit sántikált a bal hátsó lábára, ezért Budapestre lett elvíve kivizsgálásra, és itt megállapítást nyert, hogy egy vadászpuskának a lövedéke van a mai napig a utolsó gerinc csigolyája mellett. Azt mondták, hogy valami isteni szerencse volt, hogy konkrétan nem ment tovább, mert onnantól kezdve Vili béna lenne. Kezdetben annyit láttunk nála, ugye, hogy kicsit fájt, hogyha volt neki ugye másik játszópajtia is, néha, hogyha sokat játszottak, akkor ugye éreztette, hogy nem oké, de mostanában már azt mondom, hogy tünetmentes. És beszéltünk erről a kezelő orvosával, mert ugye volt szó itt egy nagyon nagy műtétről, ami szükséges lenne neki, de annyit mondott, hogy amíg nem látunk olyan tünetet, hogy sántít, fájdalma van, ilyesmi, ő nem vetni alá ennek a procedúrának Vilit. Csippet ugye megkapta tőlünk, az oltásai rendben vannak, szívféreg tesztje hál' Istennek negatív, végtelenül barátságos, bárkinek eladná magát. Csak hogy végre valaki szerethesse. Vilit elsősorban mindenféleképpen bentre ajánlanám, a termete miatt is, meg a rövid szőre miatt is. Tehát ő azért nyilván ilyenkor nem tudnak a kutyák veszni, de én azt gondolom, hogy ők ilyenkor fáznak. Tehát ő elsősorban mindenféleképpen. Mert nyilván nyáron, tavasszal, amikor jó idő van, akkor mehet kinte is. Ő egy nagyon nyugodt, nagyon barátságos kutya. Tehát én nem gondolnám, hogy ő bárkit is szeretne bántani, vagy nem is ugrál. Ez persze nyilván lehet azért is, hogy ez a bizonyos lövedék benne van a kis gerincébe, ezt nem tudom, de nem is tenne szerintem neki jót amúgy. Úgyhogy én igazából minden korosztály számára nagyon szívesen ajánlom őt. Tél végén kaptunk egy telefonos bejelentést, hogy találtak a József Attila úton egy kis kutyát, és a hölgy bevitte a társasházoknak a belső udvarára, nehogy ott elüssék az autók. Kimentünk, és hát mivel nem volt benne csip, így tündért bekerült a gondozásunkba. Egy éves kislány. Amikor bekerült, inkább mondjuk úgy, hogy egy igazi kis tündér volt, egy mézes-mázas kis cukorbaba. Majd hát ahogy teltek a hónapok, tündérke ugye elkezdett kavaszodni, ki is nyílt egy kicsit. Nagyon barátságos, bújós kislány, nagyon aktív, szóval neki a mozgás igénye az valami sportot biztos, hogy a leendő gazdi válasszon ki. Ugye amit még tudni kell róla, hogy ő egy közepes termető,
Hát nem is rövid szőrű, nem is félhosszú, foltos kislány. Őt már időben elkezdtük a szívféreg ellen védeni, így jelenleg negatív stádiumban van. Kinti benti kutyának is ajánlanám nagyon szívesen, és elsősorban őt fiatal korosztálynak ajánlanám inkább. Napi 2-3 séta futással az neki nagyon-nagyon muszáj és kell, mert nagyon pörgős kutya. Ők körülbelül 4 hónaposak, van köztük kisfiú és kislány, összesen 6-an voltak ők, de most már csak 5 kiskutyánk van. Az ő történetük nagyon érdekes és egy szinten felháborító is. Őket a 4-es főút mellett Zagyvadékasnál találták, egy vödörbe voltak kirakva a nyár kellős közepén a tűző napra, és egy arra járó autós vette őket föl és hozta be hozzánk. Ők nagyon kicsin kerültek ide hozzánk, igazából olyan 2-3 hetesek voltak, mikor ide kerültek, úgyhogy őket még nem lehetett táppal etetni. Tápszerrel kellett őket így minden nap megetetni, és ez mivel ők nagyon picik, ilyenkor ugye 3 óránként kell őket etetni, mivel erre ugye nincs lehetősége mindig az állatgondozóknak, ezért az egyik kollégánk, a gyepmesterünk, Majer Józsi, ő jött hozzájuk éjszaka is, tehát szó szerint 3 óránként etette őket reggeltől másnap reggelig folyamatosan. Ugye egy kiskutya esetében ugye rögtön azzal kezdünk, hogy ugye lázat mérünk, súlyt mérünk, és akkor nyilván elkezdjük a kezelését. Ez mindig azzal kezdődik, hogy kapnak egy ferdokett féreghajtót, ez egy pasztaszerűség, nyilván a kicsiknek, a nagyoknak, a felnőtteknek tablettába adjuk, akkor kapnak egy bolha elleni irtót, 2 hét megfigyelés után elkezdik a oltási programjukat, ami ugye nyilván egy parvoltással kezdődik, utána 2 hét múlva ismételten egy parvoltás, majd 2 kombinált oltás, nyilván az is 2-2 hét után, és utána a veszettségoltás. Nagyon jól érzik magukat, habár az 5 kiskutyából 2 sajnos még egy kicsikét beteg, meg vannak fázva, ezért ők külön vannak, külön épületben, de amúgy kis virgoncak. Jogszabályok szerint ugye nyilván 12 hetes kor alatt nem adhatunk ki kutyát, ezt nem is nagyon szoktuk megtenni, és utána már, amikor nyilván eltelik ez a 3 hónap, akkor mehetnek, hogyha megvan az oltási programjuk. Ők keverik kiskutyák, fogalmam sincs, hogy miből tevődtek össze ők, egyem a kis szívüket, az biztos, hogy nem lesznek nagy termetőek szerintünk. A keresztülőprogram arról szól, hogyha valakinek nincs lehetőség arra, hogy örökbe fogadjon kutyust, mert mondjuk panellakásban lakik és nem szeretne oda, vagy bármilyen másokból, akkor ilyenkor válhat keresztülővé. Lehetősége van arra, hogy egy kutyát kiválaszol, bármelyiket a tetszése szerint, és akkor azt időközönként látogathatja, akár az orvosi költségekbe belesegíthet, az élelmezésükbe belesegíthet, és akkor hát, hogyha egy idő után kialakul a kémia, a szerelem, és talán mégiscsak elviszi, főleg, hogyha erre van lehetősége.